szaporodnak városunkban az átfestett trafóházak. Kipróbáltuk az egypedálos autót. Sikert aratott Oszvad Marika és Peller Károly előadása júniusban. Megismerhettük a Zója Lány Brigád történetét. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Osztatlan sikert aratott júniusi híradónk, amelyben arról számoltunk be, hogy egyre másra szaporodnak városunkban az átfestett trafóházak. Amik eddig csúnyácskák voltak, azok mostantól kedvencé váltak. A kedves kezdeményezés töretlenül folytatódik. Tavaly kezdődött, és nem tudni, hogy mikor lesz vége, de talán egy egész város kívánja és kéri, hogy ne is legyen vége, semmikor sem. A szürke, haszontalan felületek átfestéséről van szó, ami jelenleg a trafóházak különböző motivumokkal való felöltöztetéséről szól, de ennek a műfajnak még komoly perspektívái lehetnek ebben a városban. A trafóházak átfestése a Dózsa 2 városrészben indult, Pentelén folytatódott, azóta pedig a Rómain születnek egyre másra remek alkotások. Június elején Barta Endre, a 4-es körzet képviselője beszélt kameránknak erről a folyamatról. Nagy Gergő barátommal úgy gondoltuk, hogy egy másik stílusban, itt a 21. századi stílusával, a graffitivel próbálja majd ő meg átvarázsolni ezeket a szekrényeket, és nagyon örülök neki, hogy már nagyon elnyerte itt a lakóknak a tetszését, hogy az itt festette a különböző oldalakat, a különböző motivumokat, itt megálltak, nézték gyerekek, családok, és tényleg azt gondolom, ez egy jó ötletnek mutatkozik, és éppen ezért nem állunk meg ennél a két szekrénynél, itt az Újvasfűnton, illetve az Apácai 5-7-nél, hanem megyünk egy kicsit tovább a római városrész felé, és ami biztos, hogy az EON-nal már le van egyeztetve, az a Pajtás utcai, a Martinovics utcai és a Váci Mihály utcai kis EON-os szekrény. Nyilván a Pajtás utcai, hogy egy óvoda mellett van és egy iskola mellett van, az egy még különlegesebb lesz, hiszen az egy ilyen mesefigurákat fog kapni, de továbbra is olyan kis a városi motivumok és a vidámság lesz itt a fő téma. Akárhányszor is nézzük ezeket a grafikákat, mindig azt állapítja meg az ember, hogy zseniális. Pofon egyszerű ötlet, de zseniális. És a mosolyogi és szeres feliratok pedig mindent visznek, hiszen erről szól, vagy erről kellene, hogy szóljon az élet. Az utcán sétálva pedig nem árt néha egy kis figyelmeztetés. Szóval köszönet érte, és nyilván elsősorban az alkotónak, Nagy Gergőnek. Első körben a dunajvárosi látkép volt, amit megcéloztunk. Ezt egy pár helyre sikerült is felrakni, dunapartos résszel, a méltán jellegzetes víztorony képével, illetve egy ilyen városi látképpel, ami ennek a doboznak az oldalán látható, és hogy ne annyira nyomjuk rá a városi lakókra csak a Dunajvárost, így igyekeztünk egy olyan irányba menni, hogy egy ilyen a szürke épülete közötti térből egy ilyen színes kavalkárat varázsoljunk. Nos, nem lehet panaszunk, de nincs is. Amióta egyre másra születnek az újdonsült trafóház minták, tömegével fogalmazzák meg városlakók a pozitív jellegű észrevételeiket, és nincs rosszalló megjegyzés, egy se. Ez pedig önmagában történelem. De most vissza az alkotóhoz, akinek azért nyilván meg kell álmodnia alkotásainak egy-egy tárgyát. Általában ezek az ötletek úgy jönnek, hogy a hely hangulata, éppen egy pillanat mi az, ami hozzátesz a helynek az atmoszférájához. Itt például annak a doboznak a másik szélén gondolkodtam, hogy mi legyen, és mi, hogy elkezdtem ezt a virágos motivumokat felfesteni, kiderült, hogy itt van egy cseresznye fa, aminek a virágzását festettem meg pont, úgyhogy ez alkalomattán jól fog összekapcsolódni a festés és a természet. A vasműti alkotások után már a Rómain is születtek remek művek, hála Istennek tervek vannak, és a város más pontjain is folytatódik az újragondolás, az újrafestés, mi pedig csak hálásak lehetünk és vagyunk is. Bár még messze járunk attól, hogy önvezető autók róják a köröket a városban, azért a pedálok száma akár csökkenhetne is. Amit általánosságban mindenki ismer, a manuális járművekben van kuplung, gáz és fékpedál. Az automaták többségében ez már csak gáz és fékpedál, de vannak olyan járműcsodák, amelyek rendelkeznek egy e-pedál elnevezésű újdonsággal, amely segítségével egyetlen pedált kezelve közlekedhetünk. Ezt próbálhattuk ki a Hambalkó autós iskola jóvoltából.
A Hambalku autós iskola flottájában helyet kapott egy igazi különlegesség. Az automaták manapság már nem ritkák az utakon, sőt, a tanuló autók sorában sem. Na de hogy egy járművet mindössze egyetlen pedállal kezeljünk, pedig ezt tudja a T-betűs, E-pedállal rendelkező Nissan Leaf, amelyet Hambalku János közreműködésével ismerhettünk meg, meg persze próbálhattunk ki. Nem is gázpedálnak hívnánk, inkább menetpedálnak hívnánk. Ugye azért nem hívjuk gázpedálnak, mert itt inkább ugye nem úgy, mint a benzinmotoroknál vagy a dízelmotoroknál, hogy egy gázpedálként funkcionált. Egy menetpedálként viszont ez elektromos ez a rendszer, tehát azt jelenti, hogy egy jelet ad le, amikor a gázpedálra és a menetpedálra lépünk. Amiben más egyébként, hogyha fékezünk, tehát ha fékezni szeretnénk egy pedállal, és elengedjük a gázpedált, ugye meg kell tanulni egy 5-10 perc után, általában mindenki hozzászokik, és ahogy elengedi, úgy elkezd fékezni a jármű. Szerencsére itt már a féket is beletudták, tehát a regeneratív féket, ami visszatermeli a járműbe az elektromosságot, tehát fékezünk, akkor ez a fékeket is be tudja kapcsolni. Az E-pedál funkció egyébként így önmagában nem teljesen új dolog, de még mindig egy innovatív technológia. Persze még ragaszkodni sem kell a használatához, hiszen több üzemmódban képes közlekedni. Van rajta még egy B-pedál, egy B-mód, egy D-mód, ugye a D az a drive, tehát az a direct mód, akkor az a normál használat. A B az a brake, ugye amikor esetleg lejtő lefele haladva egy kicsit nagyobb motorféket szeretnénk használni, ilyenkor is megy ez a rekuperáció, tehát a visszatöltés. És ugye van ez az E-pedál funkció, ami azt jelenti, hogy csak egy pedált használok. Egy picit néha, ha kapcsolgatjuk, nem feltétlen célszerű mind a hármat használni folyamatosan, mert az E-pedál funkciónál a jármű nem indul el, tehát ez lassít, megállít és állva is tart. A D és a B viszont nem, tehát D-ben, amikor elengedjük a pedált, akkor elindul a jármű. És igen, az autós iskolában ezt a járműcsodát is használhatják az oktatásra. Otthonra pedig a kezdőknek ajánlott, vagy olyan vezetőknek, akik szeretik az egyszerűbb dolgokat, vagy adott esetben nehezebben veszik az akadályokat. Én azt gondolom, hogy két opciója lehet a választásnak. Ha valaki ragaszkodik, vagy a családban sok a hagyományos váltós autó, akkor természetesen abból vizsgázik. Ez most még azt jelenti, hogy olyan 80-90% inkább azt szokta választani. És azoknak tudnám ajánlani, akik vagy egy picit nehezen veszik az akadályokat, és szeretnének valamilyen könnyítést, ez sokkal könnyebb vele közlekedni, hiszen nem gurul vissza emelkedőn, könnyű vele elindulni, nem veszi el az információk megkeresését, az, hogy esetleg a váltót nézem, hogy most egyes vagy kettes fokozatban van. Tehát én azt gondolom, hogy akinek egy picit nehezebb a vezetés, mindenképpen ajánlható, illetve aki szereti az új technikákat, az innovatív megoldásokat, annak mindenképpen jó ez a fajta megoldás. A részletes ismertető után riporterünk a kormány mögött. Hambalkó János megmutatta az autó korábban említett funkcióit, majd megtették az első métereket. Először a többség által ismert egyszerű automataként, majd a második körben már aktiválták az E-pedál funkciót. Terdik Péter kollégánk elmondása szerint számára leginkább egy tükörsima, ám nagyon erős motorfékhez hasonlított. A menetpedál használata egyébként meglepően kényelmes volt számára, még az említett 5-10 perc sem kellett, hogy az ember megszokja a kezelést, pedig Péter nem egy gyakorlott járművezető. Néhány kör után már nagyon precízen lehetett érezni, hogy hol szeretne épp megállni, egy-egy kanyar előtt mennyire engedje fel a menetpedált. Stábunk és Hambalkó János az E-pedált használva tértek vissza az autós iskolához. Az újdonság egy élmény volt a kollégák számára. Köszönjük a lehetőséget! Legelején lépett fel a Kultik mozi színpadán Oswald Marika és Peller Károly, akik népszerű operetteket énekeltek a dunaújvárosi közönségnek. A művészeket teltház fogadta, és a mi beszámolónk is nagyon népszerűnek bizonyult. Ezért most következzen ismét Oswald Marika és Peller Károly. Hajmási Péter és a Csárdás királynő. Ennél klasszikusabb operett sláger talán nem is létezik Magyarországon. A Rajtaújváros Egyesület jóvoltából júniusban vendégszerepelt a Kultik színpadán Oswald Marika és Peller Károly, akik egymás után énekelték a legismertebb dalokat. Az előadás elejétől a végéig teljes teltház énekelt, közösen a művészekkel, és tapsolták őket folyamatosan. Dinam, dánam, téli bánam.
asztalon egy nagyot kopogok, és 100 címe jó bort hozatok. De mivel nevezek a farok szemzik, lenünk az egész járok forgat. A hallgatóság egymás után kapta a slágereket, Oswald és Peller, Peller és Oswald, és végig azon gondolkodtak, hogy mi hajtja vajon Oswald Marikát, milyen energia fűti, hiszen fiatal még, persze viszonylag már hosszú ideje. A színpadon hány éves vagyok? Hát mennyi vagyok? 72. De mindig szoktam mondani, hogy az ember lelke, hogyha a lelke, az fiatal tud maradni. Ezért mondjuk azt az öregek, hogy jaj, 20 évesnek érzem magam. Hát a színpadon nem érzek kort. Ott csak érzelmeket érzek. Aztán ezek a bizonyos érzelmek magával is ragadták az egész publikumot, de hát erről szól az igazi előadó művészet, és akkor még valami Oswald Marika és Dunajváros kapcsolata, mert hogy van ilyen is. A Dunajváros, tényleg nagyon-nagyon szeretem Dunajvárost. A barátnőm is lakik itt egyrészt, másrészt pedig játszottam itt tavaly előtt a Egy sok és már semmit, és akkor úgy ahol az ember úgy megtelepszik egy kicsit, akkor az úgy hozzá is nő az emberhez. Tehát itt is ebbe a moziba is voltam nemrégen egy hónappal ezelőtt, tehát olyan visszajáró vagyok. És láthatóan, hallhatóan Dunajváros ezt egy cseppet sem bánja. Az előadáson inkább az idősebb korosztály volt jelen, de a közép generáció tagjaiból is voltak jócskán, sőt, egészen fiatalok is helyet foglaltak. Az operett az egyébként azt szoktam mondani, hogy aki azt mondja, hogy nem szereti, vagy nem is ismeri, tulajdonképpen az is ismeri, mert ha máshol nem, akkor valami lagziban előfordul, és ott is egyszer csak mindenki elkezdi énekelni a Déli Bábos Hortobágyot, vagy a Hajmási Pétert, szóval ez valahogy itt nekünk magyaroknak így tényleg a bőrünk alatt van, valahogy szüleinktől, nagyszüleinktől örököltük, úgyhogy tényleg én azt veszem észre legtöbbször, például valami falunapon lépünk föl, hogy fiatalok a háttérbe húzódva hallgatják a műsorunkat, és egyszer csak elkezdenek odafordulni a fejek, és elkezdik velünk énekelni a dalokat. Úgyhogy valószínűleg a jó slágerek a titka az egésznek, az a jó operett slágerek. Tehát a titokra fény derült, csak jó operett slágerek kellenek, ennyi az egész. A műsor zárásaként Hajdú Balázs humorista lépett fel, aki aztán sok-sok vicces dolgot mesélt a nagy érdeműnek. Mi pedig azt kérdeztük tőle, hogy gyakran mondják neki, hogy mondjon viccet vagy vicces történetet? Ritkán szokták mondani, de én magán ezen a viccon tudok röhögni, és én is szoktam már mostában mondani, vagy konferálni kollégákat, hogy majd remek vicceket fog mondani, hiszen számomra itt teljesen más ez a műfaj, mint maga egy vicc. Nyilván vannak azért hasonlóságok, hogy így nevetnek az emberek a végén, de annyira nem szeretem. Ez volt a Dunajvárosi Estek évad zárója. Aki ott volt, biztosan nem bánta. A napokban egy érdekes történetről hallhattunk, amely kapcsolódik a városépítéshez, egy ember és egy család történetéhez, illetve, mint kiderült, nagyon sokak életéhez. Hodik Mónika közreműködésével ismerhettük meg a Zója Lány Brigád történetét, míg Canik Pál jóvoltából a brigádvezető keresztanyja Canik Klára munkásságában nyertünk betekintést. Az összeállítás végén pedig egy felhívásról is szó esik. A városépítéshez kapcsolódó témák sora kimeríthetetlen. Hodik Mónika egy különleges apropóval dolgozta fel a Zója Brigád történetét. A lánybrigád 1951-ben Canik Brigád néven alakult, vezetője Canik Klára. Rólam még lesz szó később. Ebből a csapatból lett végül a Zója Brigád, akik oroszlán részt vállaltak főként a vasműépítésében. Olyan sokat és jól dolgoztak, hogy a korabeli sajtó is írt róluk több forrásból is. Canik Klára eredetileg 4 hetet dolgozott volna Sztálinvárosban, de ebből végül évek lettek. A média fölkapta a mai szóval élve ezt a brigádot. Nyilván nehéz fizikai munkát végeztek, és az, hogy hol ugye a vasmű területén, tehát egyedülállónak számított ez a lánybrigád. És ugye, ha mond valakinek valamit a Partizán Brigád és a Túri Brigád, ők nagy sztahanovista brigádok voltak abban az időben, és ő mögöttük volt 3. helyen állt ez az úgynevezett Zója Lánybrigád. Úgyhogy abszolút a
hát ha nem is a címlapokra kerültek, de rengeteget írt róluk a sajtó, egész sok anyagot találtam mind a múzeum anyagában, mind pedig az interneten. Az Ólya Brigád története Sztálin halála után már nem követhető. Hodik Mónika kiemelte, a diktátor utáni időkben már nem volt akkora a versenyszellem, és a brigádokat sem sztárolták. Valószínűleg ez a lelkesedés, ez ami az 50-es évek elején jellemző volt az építkezésre, ez ugye szépen 53 után lecsengett, a brigádoknak a szerepe átalakult, nem rakták őket a kirakatba, nyilván voltak még sztahanovisták, ugye mint a Zoya brigád is megkapta a sztahanovista címet 52 tavaszán, de jelentőségük már nem volt olyan, mint az 50-es évek legelején. És hogy hogyan kapcsolódik ebbe a történetbe Canik Pál? Az ő keresztanyja volt a korábban említett Canik Klára. Pál azt mondta, családja nemesi származású, így hamar szemet szúrtak a vezetőknek. Keresztanyja is munkaszolgálatosként került az akkori Sztálin városba. Ő azonban a Jéghátán is megél, meg akarta mutatni, hogy őt nem lehet megtörni. Ezért dolgozott olyan keményen, ahogy hallhattuk. Volt tehát motiváció, hogy Hodik Mónika segítségét kérje. A keresztanyám, illetve az néhai édesapám pedig Bugyiról származik, tehát onnan indult a családunk, és ők mindig meséltek valamit. Tehát, hogy növekedtem, ugye úgy gondolták, hogy a gyerek most már van annyira érett, hogy ezt meg lehet vele osztani. És amikor megtudta, hogy én de fogok költözni Dunai városba 2000-es évek elején, akkor azt mondta, fú, Palikám, Palkókám, azt mondja, van ott egy tábla Dunai városba, keresd már meg nekem. Mondom, jó, és milyen tábla? Majd megtalálod. Mondom, de merre? A vasműbe dolgoztam, ott építettem a vasmű kazánt, vagy a kohót. Mondom, jó. Én elindultam, csak hát én ugye egyedül útfőből nem ment a dolog. Canik Pál biztos abban, hogy a család és Klára története nem egyedülálló. Keresi azokat a leszármazottakat, akik családtagjai, rokonai a Zoya brigádban dolgoztak. Csak néhány név az akkori csapatból. Canik Klára, Tóth Judit, Zsebők Mária, Rácz Istvánné, Kótai Erzsébet, Palatinszki Péterné, Vince Mária és a brigád sofőrje, Canik Klára férje, Fóti István. Canik Pál a hozzá hasonló emberek számára létrehozott egy Facebook csoportot is, amely a Zoya Lány Brigád Sztálinváros 1950 és 55 között címet kapta. Ide várja az érintettek jelentkezését. Én tulajdonképpen most ennek a Zoya Brigádnak a felmenőinek az örököseit keresem, illetve akiknek dolgozott itt felmenője, esetleg meséltek az unokáknak, gyermekeknek, hogy mi volt itt, és őket keresem, hogy akkor legalább közös emléket tudjunk állítani azoknak, akik ebben a Zoya brigádban dolgoztak. Érdekes belegondolni, hogy egy-egy név vagy fénykép milyen történetet rejt, és milyen emberi szálak futnak a háttérben. A fővárosi Tüskecsarnokban a bajnok Ferencváros ellen folytatta felkészülési meccsei sorozatát a Dunaújvárosi ACLBK jégkorong csapata kedden este. Somogyi Balázs alakulata remekül kezdte a találkozót, már a 4. percben gólra váltott egy emberelőnyt, igaz sokáig nem örülhetett a fornak, mert a fővárosiak szűk 2 perc múlva egyenlítettek. A második etapot is valamivel erősebben kezdték a zöldek, de hokisaink felvették a tempót, majd Sági Martin 2-es előnyből szerzett találatával egalizáltak, sőt a játékrész második felében jobban, veszélyesebben is játszottak ellenfelüknél. A ráadásban 2 ferencvárosi helyzetre egy dunaújvárosi zicser jutott még, de a kapusok jól teljesítettek mindkét oldalon, így büntetők döntöttek a győztesről. A rávezetésekben a miénk céloztak jobban, így az ACLBK-k végül 4-3-as sikerrel jöttek haza a fővárosból. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.